Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad című műsor, a magyar emigráció műsora, de ezúttal nem az emigrációról fogunk beszélni, vagy nem a külföldi magyarokkal érintő dolgokról, hanem mivel a Tilos Maraton hetében vagyunk, ezért arra gondoltam, hogy meghívok néhány ismertebb, gyakori betelefonálót, Tilos Rádió támogatót a műsorba, hogy beszélgessünk a Tilos Rádióról, bemutatom őket, hogy kiket fogtok hallani. Itt van velünk Rain Man, Cukros Imike, Laposa Zsolt, KGB, Kapus és Ápoló. Én Stirnic vagyok. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Először azt szerettem volna megkérdezni, hogy az, hogy valaki gyakori betelefonál, az egy ilyen más fajta, ilyen műfaj szerintem, hogy biztos van egy ilyen része is, hogy gondolataitokat megosztani, kicsit szerkeszteni a műsort, beleszólni, hozzátenni valamit. Emlékeztek arra, amikor először betelefonáltatok, hogy az körülbelül mikor volt, és milyen műsorba telefonáltatok be? Rain Man. Én olyan 92-3 környékén hallottam először a Tilosról, és a Gancer Sanyi, akkor még műsort vezetett, már nem emlékszem, hogy melyik műsort, szegény meghalt már azóta, és akkor kezdtem el hallgatni, akkor elég sokat ingáztam napközben két cég között, a régi cégem a Richter volt, és egy magáncéget vezettem már közben, és akkor sokat ültem kocsiba, és akkor kezdtem el gyakorlatilag hallgatni a Tilost, és hát betelefonálni. Én meg nem mondom az időpontját, hogy mikor volt a tehát dátumra. Azt tudom, hogy miért telefonáltam be. Én nagyjából egy fél év, 6 hónapra rá, hogy megalakult a Tilos Rádió, vagy elindult az éterben, én akkor kezdtem el hallgatni. A Vovának az egyik csoporttársa, Péceli haver, Sári Pali, ők együtt indították annak idején, vagy legalábbis közreműködött a Sári Pali a Tilos Ezának a létrehozásába, és a Pali mondta, hogy elindult egy ilyen Tilos Rádió nevezetű valami. Fogékony lettem rá, és az első betelefonálásom az olyan reggel 6 óra, mindig ilyen korán kelő voltam, korán mentem melózni, és ilyen reggel 6 óra környékén bekapcsoltam a Tilos Rádiót, nyilván nem azonnal, tehát el kellett telni 2-3 hónapnak, legalábbis úgy emlékszem, és a hangjuk alapján nagyon fiatalok vezették a műsort, és totálisan öncélúan, szerintem be is voltak karmolva megfelelően, totálisan öncélúan, iszonyatos csúnyán beszéltek, káromkodtak. És én akkor telefonáltam be először, és megkérdeztem tőlük, hogy tulajdonképpen ennek mi értelme van, mert azt hallom, hogy be vagytok rúgva, káromkodtok, eszeveszettül, idáig jó volt a rádió, még hallgattam, de most ennek így semmi értelmét nem látom. Ennyi volt nekem az első betelefonálásom. Oké. Nekem azért kell megszólalnom, mert én nekem nagyon könnyű visszaemlékezni a betelefonálásomra, ugyanis nem létezik, nincsen ilyen. Én nem szoktam betelefonálni, mert az élőadás az olyan lámpalázat vagy mikrofonlázat teremt nálam, hogy ezt nem szeretem vállalni. Az Estefem rádió megszűnése utántól kezdtem hallgatni a Tilost. Én is az Estefem után kezdtem el, aztán, hogy mikor telefonáltam be, azt nem tudom, de vagy a szakástól, vagy lehetett, vagy a Csonka, feltételezem, mert nyilván ezekbe szoktam legtöbbször, tudjátok. De én is úgy voltam vele, hogy eleinte nekem is ilyen komoly ilyen lámpalázam volt, és azért el kellett telni egy néhány sessionnek, mire ilyen normálisan tudtam beszélni, de hát gondolom, hogy más is volt ezzel így. Ki az, aki közületek csak mondjuk on-air hallgat rádiót, és csak online, keveritek-e, és esetleg hallgattok-e archívumból?
Hogyha ezzel kapcsolatban például változás lesz a rádiónál, vagy változás lenne, akkor ez így negatívan érintene benneteket például. Ha online hallgatok sokat, akkor ezt megérzitek-e mondjuk az adatforgalmatokon, ami a mobil számlátokon kaptok, illetve mondjuk választatok-e például az online hallgatás közben, hogy milyen sebességbe hallgatok, vagy 128 kilobitbe, vagy alacsonyabb minőségbe. Van-e ilyen preferenciátok? Én azt gondolom, hogy mióta a Gellért hegyről lehozták az antennát, és áttették máshova, annyira gyenge minőségű a vétel már egész Budapesten, talán leszámítva egy-két kerületet, hogy én egyáltalán nem bánom, hogyha a tilos nem kapja meg a frekvencia engedélyt. Én most már egyre inkább csak online szoktam hallgatni. Az autókban általában jobbak az antennák, amikor autóbülök, akkor a rádió is jó minőségben sugároz, de ahol én lakom, Pomázon, régen hallgattam a konyhában, kifeszítettem egy drót antennát, kb. 3 métereset, azon most már nem jön be a tilos egyáltalán, vagy csak nyomaiban, tehát hogy lehet volna, hogy ez a tilos, de nem lehet egyáltalán élvezni. Másrészt az, hogy az internetes sugárzásnak nincsenek formai kötöttségei, tehát nem kell híreket mondani, szabad rohadtul káromkodni, nekem ez is szimpatikus, úgyhogy én nem fogok könnyet hullatni akkor, hogyha a szemét média hatóság nem adja meg. Én a rádióimért aggódom, és azokat síratom, amiket hallgattam eddig a rádiót. Egyrészt, tehát ez érzelmi kérdés is elsősorban, meg presztízs kérdés is, hogy legyen hullámhoz. Szerintem egy FM rádiót sokkal könnyebb kezelni, mint egy internetes rádiót, vagy akár egy mobiltelefont. Valóban olyan pocsék lett a vételi minőség, hogy tulajdonképpen most már praktikusan teljesen mindegy, hogy létezik-e FM, vagy netes sugárzás van. Én azért, hogy meglegyen a rádióhallgató feelingem, azért beszereztem 2 online rádiót. Megérkezett közben B. Kovács Dani. Szerintem te laksz a legmesszebb Budapestről, úgyhogy te on-air nem is hallgathatod egyáltalán a rádiót. Nálad van az internet, hogy van például az elérésed, vagy mobilon hallgatod, hogy megy nálad? Érted, itt vagyunk a 2022-ben. Én értem az internet előnyeit, de gondolkozunk egy kicsit. Tehát egyrészt az FM az egy kevésbé kontrollálható dolog, mint az internetes tartalmak. Azt nagyon könnyen le lehet ám kapcsolni, és én azt gondolom, hogy nem, hogy kikapcsolni kéne az adott tornyot, hanem jobb vételt kéne csinálni, mert tudod, itt például Nógrádban, még amíg a Gellért hegyen volt, addig voltak olyan dombok, ahol az arcok, tehát a helyi arcok tudták hallgatni, tudod, és ezek egész jó arcok voltak. De így, hogy őket kizárjuk a körből, tehát az FMS vételt kizárjuk a körből, az annyira leszűkítjük a keret, hogy lesz egy ilyen buborék rádió, jó sok szociológus jogásszal, meg újságíró, akik egymásnak mondják a tutit. De igazából, hogyha komolyan vennénk mondjuk egy picit is az alternatív, vagy az underground rádió fogalmát, akkor egy kicsit kell terjeszteni, tudod, mint a katolikusok, meg a nemi betegség. Szóval, hogy jusson el minél több emberhez, egyébként érted, akkor csak így magunknak beszélgetünk arról, hogy what the fuck. Imikert, ezt te szoktad magadról mondani, hogy műszakilag így, hogy mondjam, nem vagy nagyon így a 21. század embere. Még, de még lehet. Neked gondot okoz az online hallgatás, applikációval hallgatva, smartphone-on, vagy ilyesmi? Abszolút nem, most már nem. Van a Péceli Orr barátunk, az Őze Robi, ő nagyjából elmagyarázta, hogy mi hogyan, meg itt az ápoló is nagy részben segített ezzel a platformmal, amin éppen most beszélgetünk. Nem. És a net sem okoz gondot. Most már hál' Istennek 2 kártyás a telefonom, benne van a Digi is, meg a tököm Telenor is, illetve most már Jettel, úgyhogy aránylag jó sokat tudom hallgatni, és ráadásul a Diginek meg korlátlan, és talán 1500 forintot fizetek egy hónapba a kártyáé. Tilos rádió amúgy is a szívem csücske, úgyhogy el vagyok most már vele. Egyébként ti szívesebben applikáción keresztül hallgatnátok, vagy inkább futtatnátok egy böngészőt a telefonon és abból? Mi mit gondoltok, hogy érdemes például applikációra egyébként költeni? SoundCloud.
vagy valamilyen olyan tartalomszolgáltató a prémium felület, ahol eljut emberekhez. Tehát hogy szerintem cél volna, hogy eljuss emberekhez, és azért nagyobb felületet érsz el vele. Nemzetközileg is, meg magyarban is, mert amúgy kurva jó DJ-szettek vannak elásva az archívumban, de tényleg olyanok, amit Rotterdamban el lehetne játszani, csak nem tud róla senki. Hát az applikáció az jó lenne, bocsánat, hogy ha ott is lenne archívum, de igazából az azért jó, hogyha egy helyen van minden. A kocsiban probléma, mert ugye az applikáció működik, de hogyha jön közben egy telefon, az vagy kiüti az appot, vagy nem, akkor vagy le kell lőni és újraindítani. Ez egész egy totál macera. És akkor már arra gondoltam, hogy rakok a kocsiba is egy internetrádiót, amire megosztom a telefonomnak a netjét, és akkor bekapcsol magától, mert egyszerűen ezt menedzselni baromi szar. Tehát beülsz a kocsiba, 5 percet mész valahova, és nem fogsz nekiállni előlapozni a telefonból az adást csak azért, hogy szóljon, miközben a rádión egy mozdulattal kapcsolod be. Én hadd kérdezzem meg, hogy a KGB mikor telefonált be először? Úgy történt, hogy mit tudom én, 93-ban indult, vagy 2-ben, pápa látogatás másnapján, és én viszonylag hamar hallottam a kósza híreket, hogy van itt valami nagyon különös dolog az éterben. És akkor emlékszem is ilyen próbálkozásokra, hogy próbálom behozni, aztán elmegy, nem jön, visszajön az adás. És akkor aztán amikor az már ilyen 95-ös történet, hogy lesz 98.0, akkor nagyon rágerjedtem. Igazából már akkor meg is voltam bolondulva rendesen, de határozottan emlékszem, hogy könyvtárban dolgoztam, és hazafele az 53-as buszon ordítottam, hogy tilos rádió, 98.0, mit tudom én mikortól, hallgassátok. Mondjuk eleve ez a betelefonálás, ez úgy kezdődött, tök, amikor még csak olyan volt az FM, hogy 89.5 Juventus, 103.3 Danubius, 102.1 Bridge. És a Magyar Narancs, amilyen szintén azokban a napokban, hetekben, hónapokban, időszakban indul el, annak nagyon sokáig az utolsó oldalán, éveken át egy Rádió Bridge hirdetés volt. Ezt csak onnan mondom, hogy a kettő így párhuzamosan indult nálam, hogy a Magyar Narancsban volt a boldog-boldogtalan rovat, ahova 20-ig ingyenesen lehetett megjelenni, és akkor mint induló idézőjeles költő ott mondtam a magamét. Otthonról telefonáltam be, én legalábbis így emlékszem, amikor ez a 98 FM elindult, és akkor Simó Nádori duónak mondtam valamit, és akkor így, hát így fokozatosan újra és újra, és aztán nem tudom, mikor fogok végleg elhallgatni. Most elhallgatok. Jó. Alapvetően délelőtti műsorokatba szoktatok betelefonálni, tehát azt nyilván hallgatjátok ezeket délelőtti szöveges műsorokat. Alapvetően ez érdekel benneteket, vagy mást is hallgattok, tehát például a délutáni sávokból szövegeseket, vagy zenés műsorokat szoktatok-e hallgatni, vagy benneteket ez a szöveges, ez jobban érdekel, és ez az, ami igazából a rádióban vonz benneteket. Hát én kizárólag szöveges műsorot hallgatok, engem ezek a zenék most nem azért, de egyáltalán nem érdekelnek, de nyilván valakit meg igen. De hogyha futás közben ilyesmi, akkor is csak szöveg. Inkább podcastot keresek, vagy valamit, de én zenét nem szoktam így hallgatni. Nem vagyok egy zenekedvelő, hogy úgy mondjam, ami persze hülyén hangzik, mert ez nem igaz. Csak az, ami a rádióból jönnek, ezek a ilyen-olyan üzeik, ezek engem egyáltalán nem mutatnak meg. És egyébként az a gond, hogy délutára már úgy jönnek. Tehát a délelőtti műsorok azok kvázi letétás nélkül vannak, de délutára már most vagy bicikli verseny van, vagy télen sífutás, vagy mit tudom én, és akkor azok már úgy kicsúsznak. Úgyhogy most hétvégén az nekem korábban volt egy panaszom, hogy hétvégén
hétvégén miért nincs rendes műsor, aztán most hallottam a Szoporébresztőnek az ismétlését valamelyik szombaton talán, és annak úgy megörültem, mert bár ugyanazt szoktam élőben is hallgatni, hogy milyen jó lenne, hogyha bizonyos műsorok meg lennének ismételve, akkor, amikor értelmes műsor amúgy sincsen már, elnézést azoktól, akik a DJ-szettek kedvéért kelnek föl reggel 8-kor. A délután nem élsz rá mondjuk rádiót hallgatni? Kevésbé élsz rá? Figyelj, hogyha olyan műsor lenne, tehát például, hogyha mondjuk lenne egy, lehet, hogy most is vannak olyan délutáni műsorok, amik érdekelnének, csak egyszerűen nem tudok róla, mert akkor én már nem a rádiót hallgatom. De hogyha például lenne egy ismétlés, amikor feltűnne nekem, vagy egyébként még annak idején volt olyan még a Papó műsorában, hogy ilyen rövid részletek voltak az előző heti műsorokból, az tök hasznos volt. Azt hiszem, talán a Levi csinált belőle ilyen, vagy ő hozott ilyen részletek. Ilyen ajánlószerű. Lehet, szóval hogy most is lenne. Tehát én meghallgatnám azt attól, hogy este 6-kor van, vagy mit tudom én, csak nem tudok róla, mert olyankor már az én életmódomból a rádió kicsúszik. Nekem van egy csomó műsor, amit délután meg este van, és nagyon szeretek. Például van olyan műsor, ami már kifutott, a Madártávlat és Béka Perspektíva, ez nagyon jó kis színházi műsor volt. Ezt mindig meghallgattam. A Kovács Ádám Hangpostája mostanában nem olyan jó, de az is nagy kedvencem. Az Alkotás útját is néha megszoktam hallgatni a Sugárral. Úgyhogy vannak ilyen műsorok, és egyébként az az érdekes, hogy én pont fordítva vagyok a zenével, mert én egy csomó zenét nem is tudtam elképzelni, hogy meghallgatok. Tehát ami a Tilosban megy, az olyan jó minőségű muzsika szinte mindenhol, hogy egyszerűen elképesztő, és például így hallgattam reggit, meg mindenféle egyebet, aminek talán a nevét sem tudom, hogy micsoda, csak a különböző műsorokban hallgatom a zenéket, és elcsodálkozom azon, hogy olyan típusú zenékben, amiket egyébként én nem nagyon szeretek, milyen fantasztikus jó dolgok vannak, tehát gyakorlatilag kibővítette a zenei ízlésemet, és ezáltal hát mondjuk sokkal szélesebb körbe nézegetem a muzsikát most már a különböző helyeken. Hát iszonyatosan jó például a japán zenei műsor is szombaton reggel. Egyébként ugye délután főleg ilyen tematikus műsorok vannak, a délelőtt az főleg ezek a ilyen reakció műsorok, vagy ilyen közéleti beszélgetős műsorok. Ez a Szappan opera-szerű, így hétről hétre húzódó, ahol a műsorvezetők magukról is beszélnek, meg a saját dolgaikat vonják be. Ezt jobban szeretitek, mint a tematikus műsorokat? Vagy ez más egyszerűen, és ezt is szeretitek? Melyik az, amit jobban kedveltek? Nézd, a délelőtti műsorok egy a baj, hogy eléggé lup. Tehát, hogy mindig depi. Tehát, hogy a végén lehoz az élet, hogy akármelyiket nézed, én nem merem meghallgatni a Bivatert, érted? Pedig kurvára felkészült, vagy mondjuk nagyon sok olyan műsor, nem tudok meghallgatni már, Juhi, érted? Kurva jó arc, imádom. De egyszer lehoz, érted? Elet vágsz. Ezt hozzátennék valamit, hogy figyeltem a hallgatottságokat a választások előtt, meg a utolsó hetekben a választások hetében, és azt láttam, hogy akkor voltak a legmagasabbak az online hallgatottságok. Rekordokat döntött. Általában ilyen 5-600 szokott lenni, akkor ilyen 7-800 körül volt, de akkor nagyon sok politika volt ugye a reggeli műsorokban. A választások után viszont megint visszaállt a hallgatottság ilyen 5-600-ra. Ti hogy gondolkoztok erről? Sokan nekem így panaszkodtak, hogy sok a politika a műsorokban, meg úgy általában úgy mindenfelé, hogy a rádióban, ha hallgatni akarnak szöveges műsorokat. Ti szeretnétek kevesebb politikát az életetekben, vagy ez pont jó, hogy itt hallhattok, hogy ilyen dolgokról, amit mondjuk ilyen alternatív médiaforrásból lehet értesülni. Mit gondoltok erről? Jó így a politika a Tilosban, legyen több, túl sok, esetleg politikusokat szívesen látnátok-e a Tilosban például? Hát én hallani politikus nem szívesen hallanék, de az elemzők nagyon jók, mert Székinek a műsora az például isteni. A Politúr is néha egész jó szokott lenni, az egy kicsit olyan változó, szóval nem tudom mitől függ, de az jobban hullámzik, mint a többi. Szóval
Szerintem a politika az nagyon kéne. Főleg most, hogy most már úgy néz ki, hogy bebetonozódott az ország egy ilyen félfeudális kelet-európai állam szintjére. Szóval valahogy meg kéne a liberalizmusnak valami kis bástyáját legalább őrizni. Hát szerintem az arányok egyébként jók. Tehát ez a nincs baj, sőt még a felosztás is jó, hogy reggel van inkább ez a eredvágós rész, mert akkor még a fiatalok alszanak, este mert mehet a techno. Zenei tekintetben nekem a Tilos nagyon tágította a látókörömet, meg az ízlésemet alakította, hogy nem hittem volna korábban, hogy olyan műfajokat is megszeretek, vagy valamennyire megkedvelek, amit régen utáltam. A műsorok közül, ami délutáni és beszélgetős, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, az eddig elhangzottakon kívül azok is jók. A Proics Lilla műsorát, az És élni hogy lehet, ami szerda esténként 8-tól van, és ott egy újsághír az alap, és arra a két nekihívott rögtönöz egy drámát. és a hallgatók betelefonálva adhatnak instrukciókat, hogy merre vigyék az érvelésüket, a stratégiát. Politika szerintem mindenképpen kell, mert tényleg itt élünk egy kialakuló diktatúrában, ezt jó megörökíteni, és elég kevés fórumban már, ahol szabadon lehet politizálni. Én valahogy nem is tudom, hogy vagyok, amikor megyek, amikor van munkám, meg dolgom, meg úton vagyok, akkor szerettek zenét hallgatni, de ha itthon vagyok, akkor csak a fejembe lévő hangok, ami hát tulajdonképpen egy ilyen önvád szappanopera, vagy nem tudom mi, hogy a beszéd, ami egy ilyen öngyógyító valami, és hát azt meg különösen tényleg díjaztam, meg díjazom a Tilosba, hogy gyakorlatilag mindenhol elmondhatom a magam fél összefüggéstelen hozzáfűzéseit ezekhez. Még csak annyit, hogy igazából én is arra gondolnék, hogy ne hagyjuk, hogy elvegyék. Akkor is, ha szimbolikus. Igen. A következő az lett volna, hogy mi az, ami mondjuk ti nagyon hiányoltok a Tilos Rádió műsorai közül, vagy így az adás folyamból, amit mondjuk nem találtok meg, amit szívesen hallgatnátok, de így nem találtok meg magatoknak. Van-e olyan, ami nagyon hiányzik a rádió? Számomra egy agasztó rádió, ez a szociobuborék, ez a nagyon Budapest központú szociobuborék, amiből azt érzem, hogy nagyon-nagyon kevesen látnak ki a műsorvezetők körül, és ha valamilyen irányba nyitnék, az hogy egy kicsit magyarba, meg nemzetköziben úgy, hogy az nem Kína. Tehát, hogy ilyen kulturális, művészeti vonalon gondolom ezt inkább. Tehát, hogy mi van a világban amúgy, milyen jó underground kezdeményezések vannak. Nekem annyi nem jön át ez ebből a műsorokból. Hát nekem, és annak nincs is izéje, tehát nekem nagyon hiányzik ez a színházi műsor, ami volt régen, az a Miklós Melánia féle műsor. Máshol sincsen, úgyhogy nem tudok hova menni. Utána meg hiányzik egy kicsit egy olyan típusú műsor, mint mondjuk a Szokol Ébresztő, ilyen természettudományos, általános természettudományos vonalon, mert sajnos a Popoék műsor az annak semmi köze nincs a természettudományhoz. Ha ő valamihez úgy érintőlegesen ért, akkor valami van, de egyébként meg nem. Én is megtalálom a számításomat vasárnap délután az irodalmi lépegetőbe, tehát nekem sincsen hiányérzetem. A politikával kapcsolatban meg a legfeljebb annyit, hogy általában reflektálni szoktak a műsorvezetők. Én inkább az agitációs propaganda típusú hangulatú műsorokat szoktam kerülni, ebből egy feltétlenül az érzésem szerint van a nőjogi aktivista műsor, esetleg a B-Water is ide tartozik még. Ami esetleg nekem problémát jelent, az, hogy eléggé monolitikus a
tilos rádiók hallgatóinak a véleménye, és eléggé nehezen viselik azt az alapelvet, amit a Csabán Gyuri múlt héten pénteken fogalmazott meg, hogy a legfontosabb írásjel az a kérdőjel. Ezt elég nehezen fogadják el. Még a kérdőjelre visszatérve, kizárólag kérdéseim vannak, ez a válaszom. Elméleti fizikát én is rohadtul hallgatnék. Mennyire vagytok elégedettek így a rádió, meg a hallgatók között ilyen kommunikációval? Tehát, hogyha van valami ilyen, például az adománygyűjtő hét, ennek a programját mondjuk így láttátok-e, időben értesítettünk-e erről benneteket, vagytok-e feliratkozva bármiféle hírlevélre, honnan tájékozottok, hogy az a programokról, Facebookról, vagy inkább a weboldalról? Mit gondoltak erről? Több mint két éve észrevettem a Tilos Rádiónál, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Szerintem. Ahogy múlt az idő, be lehet tudni annak, hogy öregszem, nyilvánvaló. Sok mindennek be lehet tudni. Egyre több negatív dologra lett kényes a fülem. És azért, hogy én majdnem egy évig napra pontosan nem telefonáltam be, nem is hallgattam annyit a rádiót, amikor bekapcsoltam, akkor is az jött le, hogy Imre, nem tetted rosszul, hogy úgymond kezdesz lejönni a rádióról. Azért vagyok kellemetlen helyzetben, mert pont most a maraton idejébe kezdjem el ekézni a hőszeretett rádiómat, nagyon visszásnak tartom, de elmondom, és remélem lesz mindenkivel lehetőség arra, hogy négy szem közt, négy fül, nyolc fül között talán megpróbálom majd bővebben kifejteni, megpróbálom összefoglalni. Az a bizonyos utolsó nap, az a május 14-e, amikor tavaly a pénteki adásba az Ádám lekevert, kifejezetten rosszul esett és sértő volt. Amikor én csak azért telefonáltam be, hogy a papó is meg tudja azt tenni, gyerekek, hogy bemondja azt, hogy most kikapcsolom a telefont, ti is ezt tegyétek meg, és a papó is be tudja mondani azt, hogy most visszakapcsoltam, és lehet betelefonálni. Elképesztően, csúnyán elbánt velem ott az akkori szerkesztőség. Kerekperec ugye azt hangzott el az ő szájukból, hogy ez az ő műsoruk, azt csinálnak, amit akarnak, ők ingyen dolgoznak. Ha ezt végig gondolja bárki, én csak azért hívtam föl erre a figyelmet, hogy rettentő nehéz úgy autóban ülni és vezetni, hogy telefonálni szeretnék, és mindig azt mondja ugye az automata, hogy éppen nem kapcsolható, és nem tudok rájönni, hogy mert betelefonálás meg nincs. Szóval én csak egy gesztust kértem tulajdonképpen a Csabánéktól, hogy mondjátok be, legyetek szívesek. Utána folyamatosan elkezdtem, illetve hát már előtte nyilvánvaló elkezdtem figyelni, elkezdtek szelektálni a betelefonálók között a műsorkészítők. Mindenkinél lejött, legalábbis nálam, lejött az, hogy ha valaki bivajszörcsök Csesznédről telefonál, akkor azt 3 másodperc után megpróbálják lekeverni, vagy jó, oké, köszi. Ha valaki Ausztráliából, vagy az északi sarkról, vagy Dél-Afrikából, ugye ezeknek az embereknek már van nyilvánvalóan valami nimbuszuk, akkor őket nagyon-nagyon sokáig hagyták beszélni. El tudom fogadni. Egyes betelefonálók folyamatosan kihangsúlyozzák, hogy ők mennyi pénzt adnak a rádióba, állandóan ezzel vannak. Én elfogadom, mert ha valakit nem akarok hallgatni, ott van a mute gomb, vagy a kikapcsoló, kész, ennyi. Most már a hallgatók egymást elkezdik csesztetni, hogy te most már harmadszor telefonálsz be. Van egy általam nagyon-nagyon tisztelt srác, már nagyon-nagyon ritkán telefonál be, elképesztő, művelt, okos, nincs vele semmi baj. De amikor ő elmondja, hogy ő nagyon gyorsan akarja elmondani azt, amit mások itt negyed óráig beszéltek, miért kell
a rádiónak, mondom, az utóbbi két évben hegyeztem ki erre a fülem, már a hallgatók egymásnak ugranak. Én nem vagyok egy okos ember, nem vagyok egy művelt, nem vagyok egy világot látott valaki. Megpróbálok ember lenni, megpróbálok emberként élni, de nekem egyszerű embernek is vannak érzéseim, és fogadják el a hallgatók és a műsorvezetők is, hogy azokat az érzéseket megpróbálom normálisan, a magam módján előadni. Jött, én nem vagyok rajta semmilyen Facebookon, semmilyen ilyen cseten, de jönnek vissza hangok, hogy engem azért nem hallgatnak, ami szíve joga mindenkinek, mert demagóg vagyok. Tehát mondom, itt már, és ez soha nem volt a rádiónál. Ugye 30 éve hallgatom a Tilos Rádiót, elképesztően imádom ezt a közösséget. Nem tudom, hogy miért van ez az ellentét. Ott főztünk, amikor talán először főzött a hallgatók, mint főzők. És tudom, hogy ott volt mellettünk műsorvezetők, tudod, és mindannyian beszéltük ott a hallgatók, hogy tudod ki? Hát persze, hogy tudjuk ki. Tudod, oda se jött hozzánk. Azt nem mondta, hogy milyen hülyék vagytok, hogy itt főzőcskésztek, meg húzzátok meg a fülemet. Tavaly itt volt az Elmaraton, Kapus barátunk megszervezte oda Kispestre. Hatan voltunk, gyerekek. Hatan. Senki a Tilos Rádióból tiszteletét nem tette ott a kapusnál. Én nem, és mondom, ez utóbbi két évben egyre, nem tudom most így gyorsabban elmondani, nem tetszik, és letiltjuk a hallgatót azért, mert más a véleménye, lásd a koronavírusnál, vagy volt egy fideszes lelkületű srác, éppen őt kellene végighagyni, mert talán tőle tanulhatunk, érvelhetnénk, meg ő is érvelhetne, és nem kellene lekeverni, szerintem. Én mindig ellene voltam annak, hogy valakit ki kell tiltani a rádióból. Emlékezzünk szegény srácra, ugye, aki, jó tudom, csúnyán beszólt a Levinek, őt még ráadásul a papó akarta lekeverni. Talán én voltam az első, aki fölemelte szinte azonnal a telefont, hogy gyerekek, hogyha ez szabad és független rádió, akkor mindenki, hagyd mondja már végig, miért kell itt diszkriminálni ember és ember között? Nem. És nem megy jó irányba a dolog, gyerekek. Nem rátok, értetek, haragszom. Mi lenne a jó egyébként, ha lennének olyan szakaszok a műsorokban esetleg, amikor nem lehet betelefonálni, mert sokan panaszkodnak egyébként arra, hogy nem tudnak végigmondani egy gondolatot, vagy befejezni, mert folyamatosan jönnek a telefonok. Szerintem azért nem állt, hogyha fönntartunk valamiféle minőséget. Itt most nem arra gondolok, hogy le kell keverni arcokat, akik, mit tudom én, megmennek betelefonálás közben, mert már volt ilyen, azt le kell keverni. Szóval van a szerkesztőnek szerintem egy ilyen formátumú joga. Ön döntse el, hogy meddig megy el egy telefonbeszélgetésbe, azt gondolom. Az egy másik kérdés, hogy azért már raktak rám is úgy a telefon, pont a papó egyébként, és ő egyébként maximálisan igazságtalanul, mert föltett egy kérdést, és arra válaszoltam, csak nem tetszett neki a válasz. El tudom fogadni azt is, hogy így csinálni. Oké, ez személyes, de hogy általában azt gondolom, hogy inkább a minőség legyen, mint az, hogy most nyitott rádió legyen, azt akkor jön boldog-boldog, az belefinyik az éterbe, mert az felzabálja a végét, tehát annak nem lesz jó vége, szerintem. Szukros Evike biztos nem rám gondolt, de én már többször elmondtam a rádióban is, hogy én rosszul vagyok a negyedórás önmegvalósító telefonoktól. És, de most ezt nem nehéz félre, meg nem támadni akarnak ezzel, de azt ne felejtsük el, hogy ez egy rádióműsor. Tehát az, hogy mi betelefonálgatunk naponta ötször, vagy kihányszor, az egy dolog, de ezt nem mi hallgatjuk ezt kizárólag ezt a műsort, és nem biztos, hogy egy hallgatónak a éppen aktuális egotrip érdekes. Tehát az a szerkesztőnek szerintem igenis felelőssége, hogy tartsa a kordában a saját műsorát. Sok esetben volt olyan, hogy komolyan mondom, az volt a benyomásom, hogy csak azért telefonál be valaki, mert unatkozik, és szeretne valakivel beszélgetni.
Én ezektől teljesen rosszul vagyok, és most lehet, hogy egy kicsit túl dramatizálom a dolgot, de tényleg így van. Pár éve volt olyan, hogy mentem, Mórra mentem, akkor még valamiért végig lehetett hallani a rádiót. Azt képzeljétek el, hogy beszálltam a kocsiba, és egy valaki már éppen beszélt, most nem mondom meg, hogy ki, pedig mindannyian ismeritek, és Móron voltam, és még mindig beszélt, betelefonálóként. Tehát én ezekkel nem tudok mit kezdeni. Laci? Hát nekem több problémám is van egyébként. Az egyik az az, hogy én eléggé össze-vissza tudom hallgatni a rádiót, mert amikor rengeteg dolgom van, és akkor semmit nem tudok csinálni gyakorlatilag, csak kapkodok össze-vissza, utazok ide-oda. De van úgy, hogy ilyen hosszú kihagyások után így belehallgatok a műsorokba, és azt tapasztalom, hogy ilyen baromi belteljessé válnak a műsorok. Tehát, hogy ami érdekes módon egyébként a különböző emberekből különböző típusú reakciókat vált ki, például a, hogy hívják, a chat falon ezt sokan szokták helyeselni, hogy igenis egy közösségi rádiónak belterjesnek kell lenni. Hát én ebben nem vagyok 100%-ig biztos, főleg akkor, hogyha az a három ember, aki a műsort vezeti, az gyakorlatilag egy ilyen belső körben mozog, és nem lép ki belőle gyakorlatilag. Ez a belterjesség, ez érdekes kérdés, mert ez néha szimpatikus, meg ha része vagy a körnek, annak a belterjes körnek, akkor lehet, hogy élvezed is, de igazam arra én ennek, hogy azért inkább ezt el kéne felejteni, mert az nem rádióra való, hanem egy Zoom kocsmába. Amit én szeretnék hangsúlyozni, hogy a délelőtti műsoroknál szinte mindegyiknél, sőt, nem szinte, nem mindegyiknél, csak eltérő intenzitással, én azt tapasztalom, hogy a műsor készítőknek a felkészültsége az néha csapnivaló, néha nullával egyenlő. Tehát, hogyha arról beszélgetnek 20 percen keresztül, hogy szoktak az interneten szandált vásárolni, azt annak tudom be, hogy nem készültek aznapra. Ez egy színvonalatlan beszélgetés, ami valószínűleg keveseket érdekel. És ha ugyanakkor meg az van, amire imiket célod, hogy valaki betelefonál valamivel, és rácseszik a kagylót, hát akkor ez meg kifejezetten feláborító, és én már tapasztaltam ilyeneket. De mondom, ez nem mindig van így. Többször van az, hogy érezni, hogy felkészültek egy-egy témában, de az általános, hogy egyes műsorkészítők, amikor valamilyen téma szóba jön, és vitába keverednek, vagy egymásra, vagy a hallgatókkal esetleg, úgy deklarálja a saját véleményét, hogy ez egy nem megfelelbezhető végleges vélemény, ahelyett, hogy mondjuk előre gondolkozva meghívna, vagy telefonon, vagy élőben szakértőket, az adott téma szakértőit a stúdióba. Ezt gyakran érzem például a Papóik műsorában is, de másoknál is hiányosságnak. Ugye nekem ilyen nem tudom, van egy ilyen stabil munkahelyem, de ugye azok mellett én mindig csináltam ilyen önkéntes projekteket, és igazából azokat élvezem a legjobban, meg azok, amiket ilyen legelhivatottabban tudok csinálni, tehát ilyen például, hogy mondjuk ez a tilos rádiózás is. Miért fontos az szerintetek mondjuk ennél a rádiónál, hogy ez önkéntes alapon működik, akkor támogatásból működik, ugye hallgatói támogatásból nagy rész. Mit gondoltok arról, hogy nekünk, akik támogatunk, ebből mi hasznunk származik, illetve hogyan, milyen esetleg más lehetőségei lennének a támogatásnak, mint az, hogy ugye pénzt adjunk, vagy 1%-ot átutaljunk. Tudom, hogy nagyon sokat csináltok amúgy, például mást is, tehát ápoló minden maratonon nagyon sokat segít, apa, imike, fiók maratonokat szerveztek, meg ilyesmi.
Mit gondoltok, hogy miért jó így, vagy jobb így, hogy mi mit tudunk így hozzáadni ebből az önkéntességből? Mi az, amivel ez így nagyon más, mint mondjuk egy kereskedelmi rádió, vagy egy más alapon működő rádió? Jobban saját magatokénak érzitek a rádiót? Akár úgy érzitek, hogy mondjuk kritizálhatjátok és beleszóltok a működésébe. Mennyire ez egy rádió még mindig csak, vagy inkább ez már egy más szintre érkezett el ez a kapcsolat mondjuk így a közöttünk? Na látod, erre akartam utalni azzal, amikor így szelektálnak egyre drasztikusabban a műsorvezetők, hogy valószínű félreértem én, nyilván a tudatlanságomnak köszönhető, de én úgy gondoltam, hogy ha egy törzsgyökeres törzshallgató azt már csak azért is meg kellene tisztelni, mert 29 éve, 30 éve hűséges hallgatója és adományozó, most én is kihangsúlyozom, adományozója vagyok a rádiónak, akkor lehetséges, hogy némi nemű kritikával illethetem. De ha nem vagyok adományozó, és szeretem a rádiót, mint ahogy te is megkérdezted, hogy ki mit szeretne, az nem biztos, hogy kritika, csak talán elvárásaim, hogy jó irányba menjen a rádió. Tehát igen, én mióta, hát már a maraton, ugye az első maraton, nem is tudom, hol volt, talán a Híradó moziba, vagy hol az ördögben, aztán volt már Tütütangó, mindenhol. Mindenhol próbáltam adományozni, mindenhol próbáltam ott lenni, és kapcsolatot szerettem volna teremteni a műsorvezetőkkel. És érdekes, most, ahogy ezt így kimondtam, nagyon nehéz volt akkor is, és talán amikor főztünk, akkor kezdett el egy picit megnyílni a műsorvezetők közössége a rádió hallgató irányába. Szeretem a Tilos Rádiónak azt adni, ami úgymond nekem fölösleges, mert ennek ellenére, hogy vannak fenntartásaim, és néha megorrolok rá, de nekem nagyon fontos ez a közösség. Nagyon sok jó embert megismertem, és jó érzés ilyen embereket megismerni, és beszélgetni velük. Holott mondhatnám azt, hogy én nagyon szeretnék megismerkedni más véleményen lévőkkel is. És az jó lenne, igen. Köszi, ennyi. Amit a Dani mondott, hogy jó lenne bevonni fiatalokat is, akár a műsorkészítésbe, sajnos én úgy érzem, hogy a rádióhallgatás kultúrája az velünk öregszik. Tehát én is kétszer olyan idős vagyok, mint a Tilos Rádió, én egyáltalában nem látom olyan katasztrofálisnak éppen ezért, hogy ez egy, lehet mondani, hogy generációs rádió, hogy lesz-e hallgatói utánpótlás, azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban eléggé tehetetlenek vagyunk. Nem érzem, hogy bármilyen befolyásunk lenne rá. Hát én így hallgatóként azért annyit, szerintem annyi befolyásunk van, hogyha az igényünket megfogalmazzák, akkor elképzelhető, hogy tök jó lenne minden műsorban, teljesen mindegy, hogy milyen műsor, egy darab, egy fő, hallgató, tanuló, érted, egy csomó szakmai gyakorlatot kell elvégezni a stúdiómérnököknek, stb. Szerintem ilyen tanuló, ez csak a saját szakmából, érted? Tehát nem volna vályogos ember, vagy asztalos ember a környékünkön, hogyha nem tanítanék embereket, érted? És ugyanaz egy picit a rádió is igaz, hogy kellenek, érted, 20 évesek, akiknek csillog a szemük, hogy wow, FM rádió, mi a fasz, érted? Hát csak vannak-e? Nem látom a módszertanát, hogy hogy lehet rászoktatni a rádió hallgatás. Az a probléma, hogy itt ugye Stirlitz az általánosságban a civilségről úgy gondolk, vagy legalábbis úgy tette föl ezt a kérdést, mint hogyha ez Magyarországon egy természetes állapot lenne, holott nem az. Tehát sajnos, amikor én fiatal voltam, akkor erről szó se volt, aki civilként más
véleményt fogalmazott meg, azt elvitte a rendőr. Jó esetben kicsit, rossz esetben nagyon megverték. De Rénben a civilség fogalma, hogy most is szóba hoztad akár a rendszerváltás előtti időszakot, borzasztó könnyű volt definiálni, hogy mi az, hogy civil, igen, polgári személy, illetve nem is ez, hogy polgári személy, hiszen polgár nem volt, volt munkás, volt értelmiségi, volt paraszt, volt... Vigyázzatok! Ki tudja még, kit meg elvtárs. Tehát nagyon-nagyon súlyosan megváltozott. A civil az azt jelentette, hogy semmilyen fegyveres testület tagja nem vagy. Ez volt a civil ember. Most sokkal árnyaltabb a kép. Árnyaltabb, csak az a baj, hogy ennek a fajta létnek, ennek semmiféle táptalaja nincsen Magyarországon, sem a politikai kultúrában, sem a politikai rendszerben, magában, mint lehetőség nem foglaltatik benne. Ez az alapvető probléma sajnálatos módon. És én azt gondolom, hogy ha ebben nincs változás, persze a változást mi is indukálhatjuk, akkor gyakorlatilag lehet itt, ahogy a Dániel is, meg ti is mondtátok, hogy lehet várni azt, hogy a fiatalok csatlakozzanak, de nem fognak csatlakozni, mert hiszen miért csatlakoznának? Tudjátok, most a legtöbb ilyen nem kormánypárti, ugye ilyen portál, meg ilyesmi, mindenhol finanszírozási problémáik vannak, kevés a hirdető, stb. Mindenhol ilyen előfizetéses módszerekbe kezdenek el gondolkodni. Ugye nálunk most mi ezzel az adománygyűjtő héttel, illetve az 1%-okkal finanszírozunk magunkat, de például most beszéltem nemrégen a Magyar Hangtól egy-két emberrel, és ők nagyon komoly válságban vannak, nagyon lecsökkentek a lapeladásaik, és ők is valami hasonló modellbe gondolkodnak. Szerintetek például az, hogy mondjuk a Tilos Rádió egyfajta ilyen előfizetéses modellen szerint működjön, vagy támogatói modellen, az elképzelhetőnek tartjátok, hogy csak az férjen hozzá tartalomhoz, aki mondjuk fizet érte? Én ebből a szempontból, tehát ez teljesen jogos felvetés, de mélységesen csalódtam. Szoktam járni tilos közgyűlésekre, mert mindegy, szoktam járni. Felvetettem ezt, hogy a Tilos Rádió az persze ingyenes, meg lehet hallgatni FM-en, meg neten, de hogy csináljuk meg azt, hogy minden műsor, beszélgetős műsorban, ha van egy neves, ismert, híres, népszerű vendég, akkor még a műsor után vonuljanak át a kis stúdióba a műsorkészítők és a vendég, és ott még egy órát vagy másfelet húzzanak rá. És akkor ezt már viszont fizetős podcast formájában áruljuk. És akkor ez a működéshez elég sokat hozzá tudna tenni. Most végeztem egy fejszámolást, hogyha x ezer hallgató letölti, és csak 500 forint fizetnek fejenként, de mondjuk a két hetente ezt megismétlik, akkor ez ennyi pénz, ki lehet számolni, és egyrészt akik hozzászóltak, azok mélységes megvető tekintettel néztek rám, és ami a szájukból elhangzott, az sem volt kisebb megvetéssel teli szózat. Tehát a felvetés jogos, de hogy erre most nincsen szerintem a rádió mainstream véleményében fogadtatás. Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ez a jelenlegi adományozási 1%-os akármilyen rendszer, ez elége ennek a struktúrának a fenntartásához? Mert egyelőre most úgy néz ki, hogy működik a rádió évek óta. Ha elég, ha nem elég, akkor nyilván lehet gondolkodni ilyen-olyan fizetős tartalmakon. Ha elég, akkor viszont én ezen semmiképpen nem változtatnék és hoznék be fizetős tartalmakat, mert az a helyzet, ez nyilván nem a Magyar Hangnak, meg a nem tudom minek a hibája, de egyszerűen követhetetlen, hogy kinek mit kéne még fizetnünk azért, hogy normális tartalomhoz jussunk. Tehát az, hogy a 444 cikkeinek a fele már nem olvasható, az, hogy Geiszer Alindának én fizessek, hogyha meg akarom, már Friderikus Sándor pénzt kér,
De azt hagyján, de hát egy országgyűlési képviselőnek az emberekkel, hogy összeadják a fizetését, ott tartunk most. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem kéne ezt a dolgot teszíteni, amennyiben nem szükséges. A szükséges, az egy más kérdés, de pusztán csak azért, hogy legyen egy ilyen én ezt egyáltalán nem támogatnám. Háromszor fizetek a Tilos Rádiónak, most én is kihangsúlyozom, hogy mennyit. Van egy fikt havonta, megyek a maratonra, adományozok, plusz az 1%. Most, hogyha egy podcastet csinálnak egy kis szobába, vagy mi az ördögnek hívják ezt a, akkor még oda is fizessek. Fizettem a Magyar Hangnak, én rendszeresen újítok föl magánszorgalomból kerékpárokat, és viszem szegény gyerekeknek. Tavaly 10-et tudtam felújítani, most itt van 8 darab az udvaromba, és szégyen szemre több mint egy hónapja összegyűjtöttem, és még egy bicikli belsőt, nem panasz, félre ne értse senki, még egy bicikli belsőt se tudtam venni, mert most teljesen ki vagyok pucsulva, és ezeket a kerékpárokat én ingyen osztogatom szét, mint hangsúlyoztam, de 4-5-szörös, 8-szoros lett a kerékpár alkatrész. Kinek fizessék még, úgy, ahogy a lapos a elvtársit mondta, szóval már mindenki pénzt kér. Hát nem tudok, hál' Istennek a feleségem, mint tudjátok, pedagógus, és hál' Istennek tele vagyunk pénzzel, mint Nyikolaj tetővel, hova fizessek még? És mennyit? És kinek? És főleg, hogyha Tilos Rádiónak még egy negyedik alkalommal kellene, hát gyerekek, akkor azt mondom, hogy én azt a podcastet már nem fogom meghallgatni. Az már a szűkös büdzsébe nem fér bele. Tehát ezt mondjuk úgy mondtam, tudod, hogy nincs semmilyen terv, tehát ez csak az én, most én egy ilyen gondolatkísérlet volt a részemről, de a maratonon ott szívesen adakozol, annyit, amennyit te jónak látsz, az szívesebben csinálod, mintha elő kéne fizetned a tartalomra. Hát persze. De mondom, megy a havi is, meg a 1% is, hát meddig? És tudod, én attól félek, hogy ez egy nagyon szűk, egyre szűkebb réteg az, aki például a havi rendszerességet beállítja, vagy a Tiloson, mert nominálisan valószínű emelkedik mindig az összeg, de az már reál értékben, nem vagyok benne biztos, ezt ti tudjátok, akik közel vannak, hál' Istennek a tűzhöz, hogy ez mekkora érték még mindig. Tudtok-e ugyanúgy egy keverőt venni adott összegből, egy mikrofont venni adott összegből, vagy most már csak a szivacsra telik ugyanabból az összegből, mint amit 4-5 évvel ezelőtt sikerült összeszedni? Stílisz, hogyha már pénzről volt szó, én sem támogatnám a fizetős tartalmakat. Szerinted milyen a Tilos Rádiónak a marketingje? Én valamikor vizuális kommunikációval foglalkoztam, és én úgy gondolom, hogy egy rádiónak, ahogy én látom, például erre lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy képileg jobban jelen legyen akár egy abban a vételi körzetben, ahol az hallható. Pláne most, hogyha majd online lesz a sugárzás, akkor mi lesz? Meg egyébként is a vizuális arculata nyilván meg kell, hogy változzon a Tilos Rádiónak, akár logotépia szintjén is. Például az egyik ilyen, amire a plusz bevételeket tudnánk költeni, mert amit Zsolt mondott, ugye a rádió az elmuzsikál most ebből, amit kapunk, ugye ilyen nagyon minimálisan, tehát azért vannak műszaki gondok, nagyon szarok, tudod már a monitorok, a mikrofonok, stb. Ezekre már nem mindig van pénz, hogy ezeket lecseréljük, de a számlákat ki tudjuk fizetni, meg ilyesmi. Viszont ezekből a plusz pénzekből szerintem például ilyeneket lehetne finanszírozni, amit mondjuk Kapuski mondott, hogy arculattervezés, akkor weboldalkészítés, akkor marketing, valamiféle ilyen reklám, hordozókon való megjelenés, stb. Úgyhogy például, hát ezt nem tudjuk megcsinálni, de lehet, hogy ez kéne. Régóta beszélgetünk mi hallgatók így egymás között, hogy megoldható lenne, hogy úgymond a hallgatók is hozzászóljanak, mit tudom én, két hetente bemenni a stúdióba a hallgatók,
a 8-10, aki vállalja, vagy 6-7, és az elmúlt hétről mit elmondani, a kritikát, vagy a nem kritikát, vagy esetleg a hallgatók. Az ápoló ugyan azt mondta, hogy nyílt ez a közgyűlés, ami szokott lenni, hogy oda bemehetne valóban egy hallgató, és esetleg véleményezhetné, mert az is elég lenne. Ugye most van a maraton hete, ugye ez a legfontosabb adománygyűjtő hét, vagy adománygyűjtő esemény, amiről már beszéltünk. Ti szoktatok-e menni maratonra? Ha jártatok-e régebben, és hogy most az újon, melyik tetszik jobban, mi az, ami hiányoltok esetleg az újból, illetve ha van valamiféle ilyen ellenérzésetek, akkor miért nem mentek ki? Ha meg kimentek, akkor mi a jó abban? Én azt akarom mondani, hogy a maratonokon a főzések során ismerkedtem meg egy csomó olyan emberrel, akit most már akár barátomnak is nevezhetek, és ehhez képest nekem nagy csalódás volt, hogy az idei maratonon valakik, akik a tilosban a tűzhöz közel ülnek, ők le akarták tiltani a főzést. Talán azért, mert tilos a főzés, nem tudom. Sikerült ezt most egy jogi csavarral meghekkelnünk, és lesznek főzések, éppen most is szobakutyái főznek dzsambalaját. De nem volt egyáltalán szimpatikus, hogy minket senki nem hívott föl, akikről tudta, hogy szervezzük a főzést, hanem hátulról, mellbe módon próbáltak mindenféle módon elgáncsolni. De vissza a kérdés velejére, én kijárok maratonra rendszeresen, és mondom, hogy ez éltet engem, itt nagyon sok barátra találtam a főzés kapcsán. Én voltam kinn a régieken, az újon még nem voltam ki, úgyhogy nem tudnék róla nyilatkozni. Csak egy mondatra vissza az előzőhöz, hogy valóban sok sticker, az tök jó dolog, meg még több stage bulikon, amikről nem is hallottatok. Szóval, hogy a zenét így exportálni, a zenén keresztül megfogni új hallgatókat, vagy új műsorvezetőket, szerintem egyszerűbb, mint bármilyen más kampányszerű, akár fizetett megoldást. Szóval valami ilyen irányból fognám meg a kérdést inkább. Tilos DJ-k fellépnek rendezvényeket? Igen, meg hogy nyugodtan örökbe lehet fogadni kezdő rendezvényeket, szerintem elképesztően jelképes technikai, meg egyéb segítséggel egy csomó fiatalt meg tudnátok nyerni. Aha, oké. Okay. Akár pályázat, vagy akár érted, hogy behívod őket, szóval minél nyíltabbá tenni, hogy aki arra fogékony is jó arc, azok így meg tudjanak tapadni, mert akkor viszik tovább, érted? Éreztek ilyen zavart egyébként a maratonon ott, hogy nem tudod ugye, hogy ki műsorkészítő, vagy éppen felismered, de nem tudod, hogy szóval szeretnél vel váltani egy pár szót, de nincs megfelelő ilyen lehetőség, vagy ilyesmi élmény. Már mondjuk ti már rutinosak vagytok, ápoló az, szerintem az már mindenkit ismer. Mindenkit ismerek, de ennek nem örülök feltétlenül. Szerintem, hogyha rajzolnánk egy csoportdinamikai, vagy csoportkohéziós diagramot a tilos műsorkészítőjéről, arról a 300-valány emberről, síralmas eredményt kapnánk, tehát hogy szerintem ők sem ismerik egymást. Én hiányolom azt, hogy legyen egy igazi közösség, mert szerintem nincsen. Vannak kisebb csoportok, akik egymást ismerik, mint mi is itt hallgatók, de hogy nem ártana talán ezzel foglalkozni, és akár mondjuk csapatépítő tréningeket tartani a műsorkészítőknek közösségépítési céllal. Mondom, nekem a véleményem ebből a szempontból síralmas. Mindenkit azt szeretném kérni, ha ráér, menjen ki a maratonra, vásároljon pólót, adományozzon a adománypultba. Köszönöm még egyszer, és akkor sziasztok! Hello! Sziasztok! Hello! Hello! Lomok, amiket ide-oda hordozok. Irodalom, unalom, szorgalom, forralom, nem ford fel, feladom, folytatom. Sziasztok!